Szeretettel köszöntöm a tévénézőket ezen a szép örömünnepen, mikor is Krisztus halálát, feltámadását ünnepli az egyház, és az első korintusi levélben azt olvassuk, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez a mi igazi örömünknek az oka, hogy valóban Krisztus meghalt értünk, a mi bűneinkért, a kereszten, de húsvét vasárnap eltűnt a sírból, a teste is, és feltámadt, majd megjelent övéinek, és sok-sok örömet szerzett a tanítványoknak akkor, és azóta is 2000 keresztül, így nekünk is, ma élő keresztényeknek. Ferenc pápa azt mondja, hogy mi azért megyünk keresztények vasárnap a Szentmisére, hogy találkozzunk a feltámadt Úrral. Éppen ezért mi sem vagyunk kizárva a feltámadt Krisztussal való találkozásból. Óriási dolog, hogy ő feltámadt, és mielőtt visszatért volna az Atyához, azt mondta, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És hogyan van jelen közöttünk? Úgy, hogy a Szentmisében megjelenik. Az igében ő szól hozzánk, ma, a feltámadt Krisztus. Ő van jelen az oltári szentségben, a kenyér és a bor színe alatt, az átváltoztatás után. Őt imádjuk, vele találkozhatunk, és nekünk is megadatik az az öröm, ami a tanítványoknak, hogy a feltámadt Krisztust láthatták. Az Úrral vagyunk, engedjük, hogy találkozzon velünk. Jöjjünk el a liturgiákra, a szentmisékre, vasárnapról vasárnapra Krisztus feltámadását örömmel ünnepeljük meg. Hallgassuk az ő szavát, étkezzünk az ő asztalánál, és így egyházzá válik ez a közösség Krisztus titokzatos testévé, mert ő köt össze bennünket, akit imádunk és magunkhoz veszünk. Krisztus nélkül arra vagyunk ítélve, mondja a Szent Atya, hogy mindenki a napi gondjaival foglalkozzon. A fáradozásaink, a jövőtől való félelem uralkodjon rajtunk. De hogyha az Úrral találkozunk, vasárnapról vasárnapra, ő megadja nekünk az erőt ahhoz, hogy bizakodva járjuk a földi élet útját, reménykedve haladjunk előre, és ne a reménytelenség vegyen erőt rajtunk. Mi keresztények azért jövünk ide az Úrházába, hogy találkozzunk Krisztussal, az Úrral, az ünneplésben is, és embertársainkban is. A közösség építésére szolgál a húsvét vasárnap, és minden egyes vasárnap. Kérjük a feltámadt Krisztust, aki megjelent övéinek, aki velünk itt maradt a földön, hogy az ő vele való találkozás legyen az első feladatunk, első célunk ebben a világban, és hogyha vele találkoztunk, akkor reménnyel menjünk a mindennapjainkba újra és újra, és a hétköznapokban is boldogan szolgáljunk neki, az ő országát építsük, mert Krisztus meghalt és feltámadt, és bennünket is feltámaszt a bűneinkből, hogy Istennek és embertársainknak éljünk, és ez az élet, ez kiárad a halott lelkekre is, arra a világra, amely nem ismeri Istent, és így az örömhírnek mindannyian hirdetői és tanúságtevői lehetünk. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, ezt az örömet, a feltámadt Krisztussal való találkozás örömét kívánom a magam és az egyházközség nevében is minden kedves testvérünknek és minden jó akaratú embernek.